Jó, köszönöm szépen. Kérem. Május 10-től újra várja olvasóit a Hévízi Városi Könyvtár. A 2020 novemberében bezárt szabadidős létesítmények ugyanis a sikeres oltási programnak köszönhetően újra fogadhatják a védetteket. Védettségi igazolvánnyal látogatható az intézmény, illetve 18 év alatt védettségi igazolvánnyal rendelkező kísérővel léphetnek be a ifjabb olvasóink. A maszk, illetve a készfertőtlenítést azt továbbra is fenntartjuk, mint kötelező járványügyi eljárást. A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező olvasók számára továbbra is igénybe vehető a könyvkiszállítás Hévíz területén. A nem védett vidéki olvasók pedig előzetes egyeztetés alapján a könyvtár bejáratánál vehetik át az összeállított könyvcsomagokat. Körülbelül 2 hetente szoktam járni, és bezártság után ez egy nagyon jó dolog. De én köszönöm a könyvtárnak és a Rudinak főleg, hogy értesített, hogy a bezártság alatt is kaptunk könyveket és házhoz szállították, és ez egy nagyon jó kezdeményezés volt. A könyvtárban egy időben maximum 5 olvasó tartózkodhat. Igénybe vehető szolgáltatások a kölcsönzés, fénymásolás, nyomtatás és szkennelés. A helyben olvasás, a számítógépezés, illetve a folyóiratolvasás egyelőre még szünetel. A Városi Könyvtár hétfőnként déltől 4-ig, 2-től péntekig pedig reggel 9-től délután 5-ig tart nyitva. A könyvtár munkatársai felhívják az olvasók figyelmét, hogy változott a bejárás az intézménybe. A megszokottól eltérően a Rákóczi utca felüli bejáraton keresztül tudják megközelíteni a könyvtárat. A személyfelvonó azonban változatlanul az Erzsébet királyné utca felől érhető el.